vagy mobiltelefonjaimat legyenek szívesen kikapcsolni. A márciusi mozgalmaknak tömeget, erők és tekintély az a jó pár tízezer vidéki magyar adott, aki épp akkor a pesti vásárra jött, mert vásár volt. Azokra a napokra esett a háromnapos országos nagy márciusi vásár. Thank you.
Rákoson, ha nem is fegyveres felkelésre, de tízezres tömegben táborozott a nép, az igazi nemzet. Pest városát szinte megszállva tartotta a vidékről jött magyarság. Az utcákon itt is, ott is bő ingújú juhászok kocogtak szamárháton és gyalog. Mintha csak a végzet rendelte volna. A nagy pillanatra az ország minden részéről összegyűltek az emberek. Aki járt már vásárban, azt tudja, hogy 3-4 órára a legnagyobb vásár is ozladozni kezd, főleg, ha még az eső is csepereg. A Rákosi vásár ott zajlott le nem messze, a múzeum mögött. Rákos mezeje akkor még majdnem odáig benyúlt a városba. Az ország minden részéből összesereglett gazdatisztek, kisemberek, parasztok, juhászbojtárok és iparosok szállítkoztak a múzeum elé. Ott egy hatalmas vers várta őket, az ügyes-bajos dolgok után járó hétköznapi embereket. Ők egyszerében magyarokká, a nemzet tagjaivá lettek. Talpra magyar, híva magyar. Itt az idő, most vagy soha. Rabok legyünk, vagy szabadok. Ez a kérdés. Válasszatok. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Rabok voltunk mostanáig. Kárhozottak ősapáink, kik szabadon éltek, haltak, szólva földben nem nyughatnak. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Sevonnai, bitangember, ki most, ha kell, halni nem mer, kinek drágább ronny élete, mint a haza becsülete. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Fényesebb a láncnál a kard, jobban ékesíti a kard, és mi mégis láncot hordunk. Ide veled, régi kardunk! A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez. Mit rákentek a századok, lemossuk a gyalázatot. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Hol sírjaink domborulnak, unokáik leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. A magyar istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Az eső permetezett, majd szakadt. A kávéházban a kitűzött időben csak néhány ifjú jelent meg. A jogi egyetem hallgatóihoz fordultak, őket is lehívták az egyetem udvarára. Az egyetemisták lelkesedéssel ismételték. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Csatlakoztak a 60. Új Világ utca sarkán az orvostanhallgatók is. A fiatalok lefoglalták a sajtót, cenzúra nélkül kiszedették a 12 pontot és a nemzeti dalt. 11:30-kor Irinyi a 12 pont első kinyomtatott példányait lobogtatva jelent meg a nép előtt. Március 15 délelőtt 11:30, nagy időszak a magyarok történetében. Itt van a sajtószabadság első példánya. A nép hatalmának első műve. Akármi szabadsága fog is lenni egykor a magyarnak, az a dicsősége mindig megmarad. Hogy a legnevezetesebbet, a sajtószabadságot magunk vívtuk ki. Szabad a sajtó!
Délután a múzeum előtt népgyűlés volt, melynek felszólítására a városi közgyűlés elfogadta a 12 pontot. A múzeum kertjéből az egyre növekvő emberáradat a városháza elé hömpölygött. Már 15 ezeren voltak, ami elég volt a pesti városháza meghódoltatására. Legyen béke, szabadság, testvériség! Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk! Tartsátok tiszteletben a napot, melyen a népszava először megszólalt. Március 15-e van, írjátok be a szívetekbe, és soha el ne felejtsétek. Menjünk Budára, nyitassuk ki Dáncsics Mihály börtönét. Budára, Budára, a helytartó tanácshoz. A nagyméltóságú helytartó tanács sápadt vala és reszketni méltóztatott. 5 percnyi tanácskozás után mindenbe beleegyezett. A katonaságnak kiadatott a tétlenség iránti rendelet, a cenzúra eltöröltetett. Én a magyar, fessétek már sötétre a jövőt. Mondjátok, hogy már torkunkon a kés, beszéljetek közelgő, hosszú gyászról, mély süllyedésről, biztos pusztulásról. Engem nem egy meggyáva csüggedés. Szentül hiszem, akármit mondjatok, hogy a magyar nem vészes, élni fog. Többet kiküzdött és kiszenvedett, hiszen vértengen, temető a múlt. Vettetek rá halálos szolgasságot, írtották szörnyen, ám de a levágott törzsek helyén még szebb erdő virult. Ezért hiszem, akármit mondjatok, hogy a magyar nem vészes, élni fog. Ki a saját pártos dühét kiállta, annak nem állhat többé idegen. Hányszor harsogták kár örömmel. Vége, s csak arra szolgált minden veresége, hogy még kitartóbb, még nagyobb legyen. Ezért hiszem, akármit mondjatok, hogy a magyar nem vészes, élni fog. Szükség van arra nemzetem, hogy élj, mert bár hibát sok, s bűnöd csorja nagy, van egy erényed, mely fényt vette rád, s melyet az Isten mindent megbocsát. Hogy a szabadság legkülbb véde vagy, ezért hiszem, akármit mondjatok, hogy a magyar nem vészes, élni fog. Ha minden nemzet fásultan lemond, s a szent rajongás mindenütt kiég, s a büszke jognak minden vára megdől, a te szabadság szerető szívektől új lángra gyullad Európa még. Ezért hiszem, akármit mondjatok, hogy a magyar örökre élni fog. Bízom s hiszek, míg Isten lesz fölöttünk, ki trónusán bírói széket ül, és hogyha minden búra bajra válik, romok között is hirdetem halálig, erős, nagy hittel, rendű. Eleinte csak a börtön udvarán, főképp ének idején vettem észre szokatlan nest, mozgást. Március 14-én már az utcán, ablaka mellett is észrevehető volt a mozgalom, de főleg másnap, március 15-e reggelén. Kiváltképpen a közel szomszédságban levő gimnáziumbeli ifjúság élénksége zsivaja jelenti, hogy valami készülőben van. A porkoláb egy szót sem szólt, amikor behozta a reggelimet. Az eső aznap szünet nélkül esett, a sürgés forgás egyre nagyobb lett. A börtönő ebéd után többször betekintett hozzám, azt várta, hogy valamit kérdezzek tőle. Egész magaviseletével elárulta, hogy odakint rendkívüli dolog van készülőben. Kevéssel 4 óra után a börtönöm ablaka alatt kiáltották, átjönnek Budára. Ekkor már megértettem, hogy szabadulásom órája ütött. Néhány perc múlva a térparancsnok jelentette, hogy forradalom van. A teménytelen népcsokaság Pestről már a várban van kiszabadítani. Börtönöm ajtaja feltárult, és beléptek Klauzár Gábor és még sokan mások élén feleségemmel. Nincs többé cenzúra, kiáltották. Én összeszedtem irományaimat, azokat zsebkendőbe kötve magamhoz vettem. Beültünk a kocsiba, alig foglaltunk helyet, a lovakat kifogták, a kocsit a férfiak és az ifjak húzták, akiket mások váltottak fel. Erős,
Este a nép elárasztotta a Nemzeti Színházat, ahol a bánt bántatták elő. Vegyük részt az előadáson! Emléke a március ifjúságnak, kibontották a szögöngyön zászlaját az igazságnak. Minden szavuk égzengés volt, végig dörgött hazánk felett. Koporsói mély álomból fölkeltette a nemzetet. Áldott legyen emléke a március ifjúságnak, az érzések, gondolatok, mint a sasok, szára szálltak. Föl az égbe, le a földre, eget földet csókolgatták, és leverték egy kis dallal a sajtónak vaslakatját. Áldott legyen emléke a március ifjúságnak, virág termett nyomukban, mint a meleg napsugárnak. Föllengedték a lobogót, egy csöppér se hullott rája, és kihajtott egy nap alatt a szabadság rózsafája. Áldott legyen emléke a március ifjúságnak, madárdalos, friss tavasz fút, ormair ős Budának, fölpattant a börtönajtó, hullott a lánc összetörve, dicső nevük, halóporuk, dal övezte, virágföldje. Európa zsarnokságban volt, de a nemzetek felkeltek,
széttörték a nyomasztó jármot, hogy maguknak egy jobb létet szerezzenek. Az ifjú Pest elfoglalá kellő helyét Európa fővárosai sorában. Ébren légy, magyar! Őrt ki fog állni, ha nem te hazádért. Ó, szabadságunk, légy hosszú életű a földön. Élj addig, még csak él egy magyar, ez legyen az útravalód az életben. Élj boldogul! Tudjátok-e, mitől terem gazdagon a róna? Tudjátok-e, mitől piros a fakadó rózsa? Kartforgató őseinknek hullott itt a vére, ezeréves szép hazánknak minden kis rögére. Gondoljatok őseinkre, mikor rózsát szedtek, mondjatok egy imát értük, ha kenyeret szedtek. Foglaljátok a nevüket koszorúba, dalba. Gyarapodjék, virágozzék Árpád birodalma. A vidékről feljött magyarok másnap szétoszlottak, elhagyták Pestet. Sose vittek haza ilyen becses vásárfiát. Ez volt a múlt, ez pedig a 2018 márciusa.